Île-de-France kastélyai. Breteuil. Jacques Vichy filmje. A Breteuil kastély Choiseul-ben, a Chevreuse völgyben, Párizstól 35 kilométerre délre található. Az épület a 17. század építészeti stílusában épült. A négyszögletű udvart körbeölelő főépületet két sarokpavilon zárja le. Az 1610-ben épült kastély a de Breteuil márkik otthona, akik többek között 14., 15. és 16. Lajos királyokat szolgálták. Jelképük az aranykarvajos zászló ma is a tetők felett lobog. Mottójuk sem remény, sem félelem által. A kerttel körülvett kastélyban az 1970-es években múzeumot alakítottak ki. Különlegessége a Grévin Múzeum viaszszobrainak kiállítása. Peró híres meséi is megelevenednek, ő a család barátja volt. A Breteuil kastély 1973 óta történelmi emlékmű. Úgy gondoljuk, hogy a gall római korban a kastély nevéből kiindulva Bevilliers két birtok volt, két villa. Valójában tanyák, melyeknek nem sikerült beazonosítani az elhelyezkedését. Minden valószínűség szerint ennek a két gall római villának a helyén épült fel a maira hasonlító várkastély. Természetesen nem ez, amit ma is látunk, abból mára csak a galambdúc maradt meg. Breteuil akkoriban egy erődített tanya lehetett, amit vizesárok vett körül, az esetleges betolakodók elleni védekezésül. Ezt a várkastélyt fedezi fel Thibaut Desportes, egy Breteuil ős nagybátyja. A birtok Louis de Breteuil idejében, aki 14. Lajos minisztere volt, hamarosan a család tulajdonába kerül. Akkor tájt már a ma is látható téglából és kőből épült kastély állt itt, a 17. századra jellemző palatetővel. A 19. században a falakat bevakolták, hogy védjék az eléggé elhasználódott köveket, és ebben a formájában látjuk ma is. A Chevreuse völgy közepén elhelyezkedő birtokon több kert és egy 75 hektáros park is van az erdő szomszédságában. A királyi udvart szolgáló de Breteuil család az idők során felújította és kicsinosította a kastélyt. Több jelentős építési fázist különíthetünk el. Az első, a jelenlegi kastélynak a megépítése az egykori várhelyén. Azt követően az 1780-as években a kastélyon átalakítások történtek, amikor is a tetőt építették át. Nem a főépületét, ami gyakorlatilag már akkor is ugyanígy nézett ki, hanem a pavilonokét, amiknek régen csúcsos tetejük volt. Nem így néztek ki, mint ma. Azután a 19. század vége felé a nagyapám Henri de Breteuil megmagasította a pavilonokat, valamint kibővítette az épületet két szárnyal. Az egyikben került kialakításra a vadászszalon, ahol a vendégeket fogadták vadászat után. A birtok különösen az 1900-as években, az első világháború előtti időkben volt ismert, a vadászat jóvoltából. Akkoriban sokat vadásztak, főleg foglyokra. 5-10 vadász és több száz fogoly volt a birtokon. Volt két vadőr is, akik a bejáratnál lévő két pavilonban laktak. Ez volt a nagyapám szenvedélye, Indiában és Afrikában is volt vadászni. Apám nem kedvelte a vadászatot, sőt utálta. Ő inkább művész volt, zenész, zeneszerző. Ezzel szemben a bátyja Jacques akkoriban a legjobb céllövők közé tartozott. Azt mesélik, hogy amikor a köztársasági elnök fontos vendéget fogadott, egy másik elnököt vagy királyt, sokszor Jacques de Breteuilt állították mellé. Jacques de Breteuil egy időben lőtt a fontos vendéggel, és rendszerint csak ő találta el a vadat, majd meghajolt és azt mondta, ez igen, felség. Mind a ketten lőttek, csak a vendég legtöbbször elhibázta a célpontot.
A grófi címet az egyik döbrötői ős kapta hódító Vilmostól. A későbbiekben a döbrötői család szolgálta az egyházat, volt köztük érsek és a francia királyokat, volt köztük katona, nagykövet, miniszter. Majd a francia köztársaság szolgálatába álltak. A vadászlagban berendezett ősök galériájában megismerkedhetünk a történelmet hosszú ideje közelről szemlélő családdal. Ezt a nagy galériát még a nagyapám hozta létre. Két épületszárnyal bővítette ki a kastélyt. Az egyik az, ahol most vagyunk. Itt volt a vadászszalon, ahol a vadászok a hölgyeket nem zavarva össze tudtak jönni. Később azután bálteremnek rendeztük be. Az festményünk nagy galériának, mert sok festményünk van a kastélyban az őseinkről. De itt van a legtöbb a királyi és a Bretöly család vadász festményeiből. A kastély egyik különlegessége, hogy több mint 100 családi festmény és több mint 20 királyportré díszíti a falakat. Nap mint nap olyan érzésem van, de mindenkinek, aki ide belép, mintha köztünk lennének az ősök. Látjuk őket a képeken, a kastély levéltárában. Olvassuk róluk az anekdotákat a könyvekben. Úgy érzem, mintha ezek az ősök minden korból, de főleg a 17. századból, még ma is itt élnének közöttünk. Ugyan a múltban éltek, de nagyon sokszor jelen vannak a gondolataimban. Talán a látogatóink is érzik ezt. Az egyik illusztris ős, Louis de Bretöly, 14. Lajos pénzügyminisztere volt. Az első a családban, aki miniszteri rangra emelkedett. Louis de Bretöly a mi dinasztiánk alapítója. Ő a mi ősapánk. Minden Bretöly az ő leszármazottja. 14. Lajos általános pénzügyi ellenőre. Akkoriban egy pénzügyminiszter, Fouquet, és két általános ellenőr volt. Utána egy ideig még általános pénzügyi ellenőr maradt, mivel Fouquet letartóztatása után Colbert ült a főminiszteri székbe, de sokkal diszkrétebb lett a szerepe, mert Colbert teljhatalommal bírt. Azért is érdekes, mert Philippe de Champagne festménye nagyon szemléletesen ábrázolja ezt a nagy embert. A király miniszterének ruhájában, ami így nézett ki, fekete, nagy galléros talárszerűség. Louis de Bretöly-től kezdve a kastély apáról fiúra szállt. Ami a részletek ismeretében kissé meglepő, többször is egy hajszálon múlt. Az egyik Bretöly 6 gyerekéből több is meghalt, maradt 2-3 lány, az egyik apácának állt. Végül aztán lett egyetlen fiú, aki a kastélyt és a címet is örökölte, amit aztán tovább örökített. Szinte hihetetlen. Már-már csodaszámba megy, hogy a Bretöly-ök ilyen régóta itt vannak. Később, 16. Lajos uralkodása alatt egy másik Bretöly is miniszter volt. A király portréja, aki sokat jelentett a családnak, főhelyet foglal el a nagy galériában. A legkülönlegesebb, és talán a legérdekesebb festmény a kastélyban. A legeredetibb kép 16. Lajosról. Eredeti, mert Joseph Beau ismert képe, amin a király a Versailles dolgozószobájában ül. A jobb keze alatt Franciaország térképe, és ami érdekes, a bal keze két ujjával pedig a föld felé mutat. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ez se nem az igazságszolgáltatás, se nem a parancsadás mozdulata, tehát nem tűnik logikusnak. Miután több történésszel is konzultáltunk, arra jutottunk, hogy talán így mutatja, hogy a király Istentől függ. A király földi lény, de fölötte Isten áll. Az ő kezében a sorsa. Ez egy lehetőség, de nem biztos. A pazar aranyozott fa, a képkeret, Bütő munkája. A keret a királyi bútorraktárból származik, és a képpel együtt 16. Lajos ajándékozta Louis Auguste szépapámnak, Bretöly bárónak, aki francia nagykövet és miniszter volt 16. Lajos idejében. Sőt, rövid ideig, 1789. júliusában főminiszter is volt.
A kandalló fölött látható a király egy másik portréja, a koronázási öltözékében Hermelin palástal, kezében jogarral. Egy másik falon egy másik király, 18. Lajos portréja, a francia királyokat a középkortól jelképező liliomokkal díszített palástban. Uralkodása alatt a 19. században egy másik brötőj is miniszter volt. Mint látjuk, a brötőj családot szoros szálak fűzték a királysághoz. Még lakosztályuk is volt a Versailles kastélyban, hogy minél közelebb legyenek az uralkodóhoz. A kastély története, az építészete, a díszítése és a 19. századi bútorzata mind elősegítette, hogy múzeum legyen belőle. A 20. században már nem állt olyan jól a család vagyoni helyzete. 1971-ben veszélyeztetett építészeti remekműnek nyilvánították a kastélyt. André Malraux akkori kultuszminiszter mentette meg a birtokot. Az 1960-as évek elején az apám, aki nagyszerű ember, művészember volt, meg akarta szabadítani a családot a kastélytól, mert túl nagy tehernek vélte egy olyan fiatalembernek, mint én voltam akkoriban. 16-17 éves voltam, és az eladása tűnt a legjobb megoldásnak. Végül André Malraux, De Gaulle tábornok kultuszminisztere mentette meg a kastélyt, miután anyám elérte, hogy fogadjon és hallgasson meg minket. André Malraux úgy döntött, hogy a birtok egésze megkapja a történelmi emlékmű besorolást, pontosabban a kiegészítő besorolást, ami egy izgalmas fejlesztési tervet vont maga után. Ha már a család magától érte francia történelmet szolgálta, magától értetődött a múzeum létrehozása. A felújítási munkálatokat a történelmi emlékművek hivatalos főépítészei irányították. A kastély újjászületett, majd megnyitották a közönség előtt. A nehéz kezdetek ellenére a birtok már az első évben 5000 látogatót fogadott. Az első napon 12 látogatónk volt, és erre igen büszkék voltunk. Akkoriban minden rém egyszerű volt, nem állt a rendelkezésünkre a mai csapat. Az öreg Citroenünkből árultuk a bejáratnál a belépőket, felváltva a feleségemmel. Aki nem jegyet árult, a látogatóknak mutatta be a birtokot. Az első jelentős növekedés azután történt, hogy megérkeztek az első viaszszobrok a Greven Múzeumból. 70-ben már 5000, 71-ben pedig 42000 látogatót fogadtunk. A következő jelentős növekedést a kert és az üvegház felújítása után tapasztaltuk, amikor is a 80-as években már több mint 80000-en jöttek. Jelenleg, és jó 10 éve így van ez már, tartjuk a pszichésen nagyon fontos látogatószámot, ami meghaladja a 100000 főt. A Brötőj kastély mindenek előtt családi otthon, ahol generációk nőttek fel. A 18. század óta teljes egészében berendezett épület, ezért is élő és autentikus hangulatú. Minden helyiség más és más történetet mesél. A szalont, ahol most vagyunk, 15. Lajos korában dekorálták. Látjuk a gyermek 15. Lajos mellszobrát. Az utazóláda jellegzetes korabeli dekoráció, mivel akkoriban nagyon sokat utaztak. Nagy ládákat vittek magukkal, például ilyet. Az Azuchi Momoya már történelmi korszakból származik, és sokban eltér az akkor dívó stílustól. Ennek a ládának a mintái ihlették meg a dekoratőröket. Ez kiválóan látszik az új stílusú dekoráción. Kínai jellegű az egész, ezt a stílust hívják rokálynak. Ez a szalon a Goblen manufaktúrában készült aranyfonállal hímzett, amelyek a 4 évszakot ábrázolják. Tovább megyünk, és helyiségről helyiségre követhetjük a családfát a falakon. Ez itt a nagy lépcső, a 17. században készült tölgyfából.
Itt is láthatunk néhány családi festményt. Több is van. Ő itt Anne-François de Breteuil, Montauban érseke, akit a forradalom idején bebörtönöztek, és állítólag szerencsétlen tapadkányok falták fel. Egy másik portré az orléani herceg kancellárja, aki egy kis pavilonban lakott a Saint-Claudi kastély közelében. Róla kapta a nevét a Breteuil pavilon. Egyházi ember volt, abbé. Fontos egyházi pozíciókat töltött be, és állítólag elég szabad elvű abbé volt. Időnként, ha nem jutott színész Voltaire valamelyik darabjának egyik szerepére, fogta magát, és beugrott a Ciré-sur-Blaise színpadára, Voltaire szeretőjének a kastélyában. De Breteuil abbé és a húga Émilie, Louis-Nicolas de Breteuil báró gyermekei fontos diplomáciai szerepet játszottak a napkirály korában. Ez a család egy másik ága, a de Breteuil báróké. Ezen kívül csak a Márkik ága maradt fenn. Ez az illető is elég magasra jutott. Rögtön fontos pozícióba került, 14. Lajos udvarának a protokoll felelőse lett. Ez a pozíció a mai napig a köztársaságban is létezik. Csak manapság ugyebár protokoll főnöknek nevezik. Annak idején a nagykövetek és a külföldi hercegek kísérője volt. A külföldi hercegek mára megfogyatkoztak. További érdekesség, hogy a bárónak volt egy ragyogó lánya, a híres Émilie de Breteuil, matematikus, Voltaire múzsája. A báró elég sznob volt, sok kritikával illették a kortársai. Saint-Simon, 14. Lajos krónikása szerint a köpenye alatt különböző uralkodók miniatűr portréit hordta a zsebében, amiket a király nevében kapott Versailles-ban. Fontosnak és hasznosnak vélt embereknek mutogatta, hogy nézze, mit kaptam a spanyol királytól, vagy nézze, mit kaptam az itáliai királytól, vagy a britek királyától, stb. Stb. La Bruyère később csúnyán kifigurázta. Róla mintázta egyik szereplőjét, Celst. És ilyeneket mond róla, ami most eszembe jut, Celst nem volt tudós, de voltak tudós kapcsolatai. Volt egy másik gonoszság. Celsnek nem voltak érdemei, de ismert olyanokat, akiknek sok volt. Hát ez Louis-Nicolas de Breteuil portréja. Úgy vélem, mindent el kell mesélni a látogatóknak, a kedvező dolgokat és a kritikusabb részleteket is az ősökről. Boldog vagyok, hogy ehhez történelmi referenciáink is vannak. Émilie de Breteuil, a báró lánya, az emancipált nő eszményképe volt a korában. Châtelet Márki feleségeként nagyon közeli barátságba került Voltaire-rel, majd a 18. század egyik leghíresebb szerelmes párja lettek. Émilie de Breteuil lakosztályában vagyunk. Ez itt a hálószoba és a zeneszalon. Émilie de Breteuil tudós nő volt. Az apja nagy gondot fordított a nevelésére. A legnagyobb mesterek tanították természettudományokra, matematikára, fizikára. Érdekesség, hogy ő volt az első tudós nő a történelemben. Akkoriban elenyésző számú nő foglalkozott tudományokkal. Elsőként fordította le és kommentálta Newton Principia Mathematicáját. A fordítás, vagy munkája még ma is érvényes, nemrégiben adták ki újra. Továbbra is Émilie fordítása a mérvadó, az egyedüli érvényes. Tehát ez az első aspektus, tudós nő. Később Voltaire barátnője és múzsája lett. Amikor Voltaire-nek gondjai támadtak a királyi rendőrséggel, Émilie fogadta be Cirében, a Châtelet kastélyban, ami az övé és a férjéé volt. A helyzet tökéletes ismeretében éltek ott, abban a szerelmi háromszögben. Châtelet Márki, a királyi hadsereg tábornoka, a Márkiné, született Émilie de Breteuil és Voltaire. Voltaire a művei nagy részét Cirében írta, így sok színművét is, amiket Ciré kis színházában adtak elő. Voltaire tulajdonképpen a színház padlásán húzta meg magát. A harmadik szög Madame de Châtelet, aki meggyőződéses feminista.
Úgy vélte, a nőkkel nagyon rosszul bánnak, akiknek, ahogy mondta, csak a tanulás szeretete járt, de ők maguk nem írhatták alá a könyveiket. Az ő szerzeményeire is utólag került rá kézírással, hogy írta Madame de Châtelet. A nőket nem igazán becsülték. Többek közt a királyi tanács tagjai sem lehettek. Igen korlátozott fontossága volt a nőknek, amit Emily mód felett sajnált, és többet követelt a korabeli nőtársainak. Ma már ismert és elismert tudós nő. A világ minden tájáról érkeznek szakemberek, hogy közelebbről is tanulmányozzák az egyre szélesebb körben ismert életművét. Egészen addig, amíg Elizabeth Badinter az 1980-as években meg nem írta róla az Emily, Emily című első életrajzi könyvet, úgy beszéltek Madame de Châtelet-ről, mint Voltaire szeretőjéről. Ennél persze sokkal több volt, de az biztos, hogy Voltaire nagyon kötődött hozzá. Amikor meghalt a szülőágyon szülés közben, és zárójelben megjegyzem, hogy a gyermek nem Châtelet Márkitól és nem is Voltaire-től volt, hanem egy fiatal szeretőjétől, bizonyos Saint-Lambert-től, szóval Voltaire azt mondta, elveszítettem a lelkem felét. Szörnyű csapás volt ez Voltaire-nek. Nagyon megrázta annak a nőnek a halála, aki kicsit olyan volt, mint a felesége. Voltaire és Emily kapcsolatát Jean-Paul Sartre és Simone de Beauvoir-éhoz szoktam hasonlítani. Ők sem voltak házasok, de hosszú-hosszú évekig éltek együtt. A kastély neogótikus kápolnája csak később, a 19. században. Chartres katedrálos kincse között található a két Chartres katedrálisból származó, kitűnő állapotban fennmaradt 15. századi rózsaablak. A családi kastély minden helyiségében különleges bútorok és dísztárgyak láthatóak. Például ez a divatos trik-trák játékasztal. A kastély lakóinak egykori hétköznapjaiba is betekintést nyerhetünk. Szalonok, hálószobák, elegáns edények és evőeszközök, fürdőszobák. Például ez, amit a 19. század elején alakítottak ki, amikor még nem volt vezetékes víz. A csodálatosan berendezett Breteuil kastély másik különlegessége a francia történelem egy-egy jelenete, amelyben valamelyik családtag is szerepelt. Összesen 50 viaszszobrot láthatunk. Versailles-ban vagyunk, 1785. augusztus 15-én. Ez a királyné nyaklánca ügy ideiglenes lezárása. Aznap 16. Lajos a királyné Marie Antoinette társaságában ült a dolgozószobában. Hivatták a belügyminisztert, az akkori királyi belső minisztert, Louis Auguste de Breteuil-t, hogy megpróbáljanak tisztán látni egy nyaklánc rejtélyes eltűnésének ügyében. A történet a következő. Volt egy káprázatos, 800 mesés gyémánttal ékesített nyakék. A két ékszerésznek, Böhmernek és Bassange-nak, akik készítették, nem sikerült eladnia. És arra gondoltak, felajánlják Marie Antoinette-nek. A királyné visszautasította, mondván, hogy az országnak hadihajóra, nem nyakékekre van szüksége. Ekkor aztán Madame de Lamotte-nak, egy a királyi udvarban élő kis hölgynek támadt egy szerinte zseniális ötlete. Hamisított levelekkel meggyőzte Rohan kardinálist, hogy a királynénak minden vágya az a nyaklánc. Elhitette vele, hogy őt választották ki, hogy közvetítsen az adásvételnél. Hogy legyen ő a vásárló, mert a királyné nem veheti meg nyilvánosan. A kardinális belesétált a csapdába. Ígéretet tett a vásárlásra abban a hiszemben, hogy a királynénak lesz. Egy idő után az ékszerészek észbe kaptak, hogy nem kapták meg a pénzüket, és panasszal fordultak a királynéhoz. Mivel nem értették az egészet, a király és a királyné hívatta a kardinálist. Magyarázatot követeltek, majd megparancsolták, hogy tartóztassák le. Időközben Madame de Lamotte a nyakláncot darabokra szedte. A férje pedig elment Londonba, majd Amsterdamba, hogy eladja. A pénzből egy ideig nagylábon éltek egy kelet-franciaországi kastélyban, míg nem leleplezték a cselszövést. A hölgyet börtönbe zárták,
és tüzes vassal beleégették a V betűt. Volőz, azaz tolvaj. Ezután Angliába menekült, azaz inkább hagyták, hogy elmeneküljön. Ott is halt meg a forradalom idején. Madame de Lamotte, aki csalafintán kiötlötte az ékszer megszerzését, soha nem látott lejárató kampányt indított Marie Antoinette és 16. Lajos ellen. A botrány csak növelte a király népszerűtlenségét, ami a forradalom egyik kiváltó oka lett. A különlegességek szobájában vagyunk, ami Breteuil báróról szól. Ezen a képen látjuk. A keze alatt egy kórház alaprajza, ugyanis sok kórházat újított fel Párizsban. Mögötte egy híd pilléreit látjuk, mert párizsi hidakat is újított fel. A mellkasán a Szentlélek rendkeresztje galambbal, ami a királyság legnagyobb kitüntetése volt. A Szentlélek rend lovagjává avatták. Ha valaki megkapta, kapott mellé egy nyakláncot is, amit ebben a vitrínben láthatunk. Hűsége a királynéhoz abban a politikailag kényes időszakban elnyerte 16. Lajos elismerését. Diplomata volt, majd belügyminiszter lett. Ez itt egy másik nyaklánc. Ez nem az eredeti, csak egy csekkristályból készült utánzata a királyné nyakláncának. Csodálatos nyakék, nagyon nehéz. Körülbelül 800 gyémánt díszíti. Rabszolganyakéknek is hívják, mivel az egyik része teljesen rászorul a nyakra. Nem lehetett kényelmes viselni. Ha az egész elő volt, hátulra kis homokzsákok kellettek ellensúlynak. Egy vitrínben korabeli portrévázlatokat láthatunk. A különlegességek szobáját teljes egészében a bárónak szentelték. De Breteuil báró miniszter lesz, és az egyik első dolga, hogy kézbe vegye Párizs ügyeit. A városrendezés részeként létrejön a Breteuil sugárút, egy nagy párizsi út nem messze az Eiffel-toronytól. Ő találta ki, hol legyen a nyomvonala. Ehhez állítólag hőlégballonon is felszállt, hogy fentről is lássa a szép utat. Nagyon érdekelték az új technológiák, különösen a hőlégballonok. Az ő ötlete volt katonákat is beültetni a kosárba. Ez volt a légierő első egysége, a légi katonák. Nem sokkal később főminiszter lett, ami nem köztudott, mivel már 1789. júliusában került rá sor. Alig nevezték ki, elfoglalták a Bastille-t. 16. Lajos elküldi, és Necker teszi a helyére, akit a párizsiak kedveltek. Őt pedig száműzik. Ugyanúgy jár, mint a száműzött árulók, eladják a kastélyát. Szerencsére nem ezt, mert az egyik 8 éves unokaöccséjé volt, akinek meghalt az apja. A gyermek javai felett egészen a nagykorúságáig őrködött a nemzet. Így történt, hogy a kulcsra zárt kastély mindvégig jó állapotban maradt a forradalom idején. A forradalom után Breteuil báró hazatért, és ott élt a saját tárgyai között, mint amilyen ez a kép is. A francia trónörökös portréját a báró a számüzetése előtt kapta a királynétól, hogy megúvja a forradalomtól és a razziáktól. Ám a fiát nem tudta megvédeni. A trónörökös 2 évvel az apja 16. Lajos halála után szintén meghalt a börtönben, 1795-ben 10 évesen, soha nem uralkodott. A forradalom után az első császárság visszaállította a monarchiát. Ez a restauráció. 1820-ban járunk. 18. Lajos, Elie de Caze herceg, a miniszterelnök és Charles, az 5. Breteuil márki egy közvetlen ősöm társaságában. 18. Lajos főtanácsosa volt, európai és általában külpolitikai ügyekben. A jelenetben a királyt a saját tolószékében látjuk. Ez a jelenet különlegessége. Az egyik legnagyobb 18. Lajos saját kerekesszéke, mahagóniból, bőrrel kárpitozott. A restaurálás után nyerte vissza a zöld színét. Tudjuk, hogy 18. Lajos köszvényes volt, és komoly cukorbetegségben is szenvedett.
Állítólag rengeteg osztrigával kezdte az ebédet, amiért az udvarban a rossz nyelvek 10 osztrigás Lajosnak hívták. 16. Lajos öccse volt, 1814-től kezdve 10 éven át irányította Franciaországot. Megértette, hogy a parlamentáris monarchia felé kell elmozdulnia. Charles gyermekként némiképp véletlenül mentette meg a kastélyt. Mivel az épület egy árva gyermeké volt, Charles apja forradalom előtt halt meg, a kastélyt védelem alá helyezték. Ennek köszönhető, hogy nem esett baja a forradalom alatt. Charles de Breteuil, ahogy azt már mondtuk, a király főtanácsosa lett. Az első császárság a restauráció idején prefektus, a második császárság idején szenátor volt. Hosszú politikai pályafutása több rezsimen is átívelt. Egészen a szenátorságig vitte a második császárság idején. Korának másik fontos személyisége az anyja, Geneviève de Siri de Breteuil. A forradalom alatt letartóztatták, mert az egyik miniszter feleségének hitték. Geneviève de Breteuil volt ez a könyvgyűjtemény, aminek megvan a teljes listája. 1783 kötet szerepel ezen a listán. Ebben a gyűjteményben vannak könyvek az arisztokráciáról, a felvilágosodásról, a vallásról, a latin irodalomról. Mindenféle könyv van közöttük. A forradalom felbojdult időszaka után Charles de Breteuil úgy döntött, hogy életet lehel a 20 éve lakatlan kastélyba. A zeneszalomban különös zenekar hangol. A székek kárpittyait La Fontaine meséit ábrázoló hímzés díszíti. Az egyiptológiai teremben Egyiptom leírásának ritka gyűjteményét állították ki. A kastély egyik kincse előtt állunk. Ezt a könyvgyűjteményt ládák mélyén szokták rejtegetni. Mi bemutatjuk. Története is van. Napóleon az 1778-as egyiptomi hadjáratára nem csak katonákat, hanem tudósokat, művészeket is vitt magával. Dominique Vivant Denon vezette az expedíciót, és 2 éven át mindent lerajzoltak, amit láttak. Sírokat, templomokat, állatokat. 3000 rajzalt értek vissza, amiket 30 évi előkészítő munkával adtak ki. Íme a végeredmény, ez az első kiadás, amit 10. Károly adott Charles de Breteuilnek, ezért van itt. Nagy hatást gyakorolt a bútorokra, például erre a visszatérés Egyiptomból stílusú asztalkára, amit ezek a leírások ihlettek. Szobáról szobára, festményről festményre a szemünk előtt pereg le Franciaország története. Charles átadta a helyét Henrinak, az unokájának. Ő itt Henri de Breteuil, a 8. Breteuil márki. Nadar fényképezte le. A feleségéről, Constance de Castelbajacról is készített felvételt. A katona, majd diplomata Henri de Breteuil-jel a dohányzó szalomban találkozhatunk. 1881. március 12-ét írunk. Ezen a napon a Velszi herceg, aki középen látható, Viktória királynő fia, a későbbi 7. Edward király kérésére a nagyapám Henri, a 8. márki, megbeszélést szervez. Royalista képviselő volt, de a republikánusokkal is jó kapcsolatokat ápolt. Őt bízták meg, hogy beszéljen Gambettával, a képviselőház elnökével, hogy a Velszi herceg találkozni akar vele. A találkozóra inkognítóban került sor 1881. március 12-én. A távoli, bár nem is annyira távoli következménye lett a 23 évvel később aláírt egyezmény, Franciaország és Anglia. Az ebéd során a két államférfi, a Velszi herceg és Gambetta, és persze a nagyapám, a két ország közeledését próbálta előmozdítani. Végül is csak ez a két állam volt demokratikus Európában. Logikus volt a szövetség a központosított birodalmakkal szemben. És ahol vagyunk, a dohányzó szalon, ahol a férfiak összegyűltek, hogy elszívjanak egy szivart ebéd után. De természetesen szolgáltak itt fel teát, pezsgőt, konyakot is. Mindent, amit ebéd közben is. A találkozott
A hat óra alatt a páratlanul ékes szóló Gambetta megnyerte a leendő hetedik Edwardot. Kiváló szónok volt, de nem tudta végigvinni a francia-angol közeledés ügyét, mert a rákövetkező évben, 1882-ben meghalt. A Velszi herceg viszont királyként is elszánt és hű híve lett a francia-angol szövetségnek, ami az uralkodása alatt, 1904-ben valósággá is vált. A nagyapám mindennek tanúja volt. Sajnos a háború végét nem érhette meg, mert 1916-ban meghalt. 1916-ban két szövetség egymásnak feszült, Németország, Ausztria és Olaszország triója, és az angol-orosz-francia hármas szövetség, az oroszok később kiszálltak. Nagyapám mindvégig bízott abban, hogy a francia-angol szövetség ereje elrettenti a támadást, ami 1914. júniusában sajnos mégis bekövetkezett, és kitört az első világháború. A diplomata karriert befutott Henri de Breteuil jó barátságban volt Gambettával és Clemenceauval. A leendő angol királyhoz fűződő barátságának nyomait ma is őrzi a kastély egyik szobája. Az étkezőben a Velszi herceg 1905-ös megtisztelő látogatásának emléke. Egy másik üstökös is feltűnt a Breteuilök galaxisában, Marcel Proust író, aki gyakran meglátogatta Henrit a kastélyban. Sőt, a Márki ihlette a híres regénye az eltűnt idő nyomában egyik szereplőjét. Annak, hogy Marcel Proust itt ül, több oka is van. Például, mert nagyapámról, 7. Edward király barátjáról mintázta Annibal de Bréauté alakját. Ugyanazok a kezdőbetűk, hasonló hangzás. Annibal de Bréauté, HB, mint Henri de Breteuil. Marcel Proust hihetetlenül precízen írta le az akkori Breteuil márkit. Például mesélt a sétáikról a parkban. Mesélt a tárgyakról, amelyeket itt látott, és mesélt a nagyapám személyiségéről is. Van például egy nagyon szép mondat, amiben így fogalmaz. Monsieur de Bréauté nem csupán a legarisztokratikusabb körökbe járt, hanem az intelligens emberek társaságát kereste. Ebből is látszik, kik voltak a Breteuilök barátai. Proustot itt a Kasmír házi köntösében láthatjuk. A megformálásában az unokahuga Madame Mont Proust tanácsait követtük, aki, amikor a megnyitó napján belépett a szobába, felkiáltott: Marcel bácsi! Ez volt a vendégszoba férfi vendégeknek. A berendezés különböző korokból származó kínai lakkozott bútorok. Nemrég újítattuk fel, a kárpitot is restauráltattuk, a baldahin is új, mint egy Proust iránti tiszteletünk kifejezésére. A 20. század hajnalán az újítás, a modernitás jön divatba. A politikus értelmiség alakítja az országot és a gondolkodásmódot. A 20. század elején Henri de Breteuil jelentős felújítási munkákat végzett a kastélyban és a kertben, ahol is visszatér a hagyományos francia stílushoz. Breteuil legjelentősebb átalakítása az 1900-as években történt, amikor is Henri de Breteuil a kor legnagyobb tájépítészeit, a Duchesne fivéreket, Henrit és Achet szerződteti. Kiterjedt ügyfélkörük volt egész Franciaországban. Számos nagy kastély és párizsi magánpalota kertjét állították helyre. Végigfotózták a munkálatokat, így láthatjuk Bévillier képeit, amiből a Duchesne fivérek keze alatt Breteuil lett. 1900, átlapozok pár oldalt, és már is láthatjuk az ismét a francia hagyományok szerint kialakított kertben folyó munkákat. A romantikára alapozva értelmezték újra a francia stílust. Építészetileg is formálták a látványt. Akkor épült a díszudvar bejáratánál a két pavilon.
Az ő alkotásuk a kastély mögötti medence, egy széles sík teraszon. Meghagyták a korábbról meglévő fákat, a toboztermőket, többek között a fekete fenyőket, amiket még Napóleon idejében ültettek, és amik mára csodálatosra nőttek. Nagyon harmonikusan kapcsolódik össze a szabályos kompozíció a romantikus parkkal. A tájépítészek hatalmas perspektívákat alakítanak ki a nagy medencével, ahonnan belátni az egész északi oldalt és a Chevreuse völgyet. Szebbé varázsolják a pázsitot és a sétányokat, és nyírt szegélyeket alakítanak ki. Kialakítottak egy teljesen sík felületet is. Nem volt könnyű dolguk, mert sok volt a terasz. Viszont a víztükör vízszintes, és ahhoz hosszan el kellett nyújtani a medencét. A medence végében látható sövény nagyon sajátos buxus mozaikokból áll. Brütői egyik jellegzetessége, szépen vannak nyírva. Azon túl pedig megőrizték a korabeli romantikus park elemeit. A Duchesne fivérek André Le Nôtre a Versailles kastély kiváló kertészének hagyományát vitték tovább. A megújult klasszikus stílus pompásan illeszkedik a kert már meglépő szerkezetébe. Az északi oldalon gömb vagy csonkagúla alakra nyírt buxusok láthatók. A gömbforma nyírásához nincs mércénk, szemre nyírjuk őket. Csak egy zsinort húzunk ki a sor két oldalán, hogy tökéletesen egy vonalban legyenek. A tiszafa az más. Ahhoz már vonalzóra van szükségünk, amit nyírás közben mind a négy oldalon végighúzunk, és levágjuk azt, ami kilóg. Az enyhedőlés szöggel kapjuk a piramisszerű formát. A medencén túl van egy másik szint, ami lépcsőzetesen lejt. Majd a park végében két kisebb tó található. A birtok végében található romantikus tavakat harmadik Napóleon idején alakították ki. A természet szerelmeseit garantáltan meghódítja a nyugalom egy gyönyörű szigete. Ptáron terül el. A második kert az angol kert, vagy a hercegek kertje, a brötői család és az angol királyi család barátságáról kapta a nevét. A gyönyörű kert egyik ékessége a rózsalugas. A hercegek kertjében vagyunk. Ez egy érzékeny kert, tele színes virágokkal, ami a nagyon szabályos, nagyon zöld, nagyon kimért nagy park ellenpontja. A hercegek kertjének felújítása 1990-ben kezdődött. Fiatal szoliter és kordonos gyümölcsfákat ültettek, és az egyik szegletében japán cseresznyés kertet alakítottak ki. Mindent az egykori angol kert terveinek megfelelően rendeztek el. Az ezer sövény labirintusa a narancskert alatti teraszon egy mára már eltűnt labirintust elevenít fel. A hercegek kertje az első, s egyben a legszélesebb teraszon helyezkedik el.
Távolabb a harmadik teraszon magasodó narancskertet láthatjuk. A narancskert már nem az egykori funkcióját tölti be, amikor is narancsfákat tartottak benne. Nagy ládákban nevelték a fákat, amikkel körberakták a díszudvart és a medencét. Ma már gyerekcsoportokat fogadunk itt, mert Breteuilt nagyon szeretik a gyerekek. Továbbá rendezvényeket és fogadásokat tartanak benne. Még ott a sátor a múlt hétvégén tartott gyönyörű esküvő után. Nem messze a narancskerttől a régi galambdúc a középkor egyetlen fennmaradt emlék. Termékeny trágyát a földekre. A csodálatosan felújított épületben a látogatók ma a Breteuilék az asztalnál című kiállítást nézhetik meg. Mintegy 10 nagy festmény alapján készült, aprólékosan kidolgozott makett mutatja be a pompás lakomákat. A múzeum az ősök egykori szerepéből és pozíciójából merítkezik. Louis de Breteuil, 14. Lajos pénzügyminisztere jó barátságban volt Charles Perrault-val, akinek meséit világszerte számtalan gyermek ismeri. Piroska és a farkas, szamárbőr, Hüvelyk Matyi, Hamupipőke vagy a csizmás kandúr, egyik ismertebb, mint a másik. Itt is hatásosak a viasz figurák. Charles Perrault együtt dolgozott Louis de Breteuil-jel. Louis de Breteuil általános pénzügyi ellenőr volt, akkoriban így hívták a pénzügyminisztert. Charles Perrault Louis de Breteuil beosztottja, királyi kincstárnok volt. Eredetileg ügyvédnek tanult. Csak egyszer mondott védőbeszédet, aztán rájött, hogy ez nem neki való. Mivel a két fivére a királynak dolgozott, egyikük jó voltából ő is a király szolgálatába állhatott. A királyi épületek főintendánsa lett, majd később a Louis de Breteuil vezette minisztériumba került. Ezért döntött úgy 30 éve Breteuil Márki és Márkiné, hogy emléket állítanak ennek a barátságnak. Először Perrault meséjének egy-egy jelenetét elevenítették fel viaszfigurákkal, 10 éve pedig már meg is hallgathatják a meséket a gyerekek és a családok. A családi vadász trófeák és mesejelenetek, például a kék szakál kerültek kiállításra. A szörny túl kíváncsi és elkeseredett felesége felfedezi férje valódi kilétét. A férj meg akarja ölni, ahogy a többi nőt is. Ő pedig várja a bátyjait, hogy megmentsék. Anna, Anna, húgom, nem lát semmit jőni, mondja. A Breteuil kastély és a parkja ideális hely a kikapcsolódásra és a feltöltődésre a természet színáristól. A Breteuil kastélyban tett látogatás egyszerre álom és valóság, amelynek során kézzelfoghatóan élhetjük át a történelmet. Az évi 100 000 látogató rá a bizonyíték. Narrátor Berzsenyi Zoltán. Közreműködött Kelemen Kata, Megyeri János, Sági Tímea, Sipos Eszter Anna, Solecki Anka. Magyar szöveg Szabó Anita.
Szerkesztő André Judit. Gyártásvezető Derzsi Kovács Éva. Szinkronrendező Preininger Walter. A magyar változatot az MTVA megbízásából a Pannónia Szinkron Kft. Készítette. Produkciós vezető Sáfrány Zoltán. Az érzelmek tengerén minden...